Sziasztok, Blackman vagyok, és ez itt a Lemmings 8. része. Az előző részben megcsináltam két újabb sort. Hát voltak problémák némelyik pályán, feladta a leckét, de túljutottam ezen is, és akkor már csak ennyi van hátra, úgyhogy ezt így egymagába le fogom játszani. Nézzük akkor, 50-ből 50. Ouch, me head. Ez egy piszkosul egyszerű pálya. Annyi, hogy itt a legelsővel kell kezdenünk ásni lefele, hogy a többiek ne tudjanak arra menni, és a másodikkal fogunk dolgozni. Ennyi elég is. Oda bepotyoghatnak. És ezzel itt csinálunk egy lépcsőt. Meg kell várni, hogy idáig elérjen. Hát kb. Így jó. Aztán csinálunk egy lefele ásást. És ez pont nem olyan nagy zuhanás. Nem fognak bele purcanni. Aztán ott is megvárjuk, hogy kb. Így. És innen is csinálunk egy lépcsőt. Ennyi elég is. És kész. Most már egyenes az út. Na. És akkor azután meg annyi a dolgunk, hogy itt építünk egyet. Csak kicsit nehéz kijelölni. Tudják építeni magukat. Egy kicsit hosszadalmas folyamat, mert nehéz kijelölni. Nézzük a következőt. Waste not, want not, part 2. Ja, igen, akkor ez a második része. Hol volt ez? Valahol itt. Á, itt. Legelsőre adni kell egy mászást, meg egy esernyőt. Meg kell várni, hogy így jöjjön. De használunk egy csákányt. Majd egy kaparászást, hogy mindenki időben ott legyen. Jó. Majd csinálunk vele egy építkezést. Hát kb. Így innen. Itt meg fog fordulni, nem tudom, hogy miért. Most az lényeg, hogy jöjjön megint. Többiek addig ott menetelnek. És kb. Így innen már fel tudunk mászni vele. Pontosan. És vele így jövünk. Jövünk. Meghúzzuk azt a platformot. Jövünk. Addig szépen, hogy mindenki jön. Mendegélnek, és amit leérít, csinálunk egy csákányt, csak hogy így meg tudjon fordulni, és ennyi. Azt mondja, thanks a lot, 76-ból 76. Már van fehér is. Hú, mi ez a nagy akvárium? Ezzel az egy kékkel kell megoldanunk az egészet. Akkor az úgy, hogy itt csinálunk egy lépcsőt. Kb. Így. Egy kaparászást. Nem szabad beaktiválni azt a kart. Aztán de csinálunk még egyet. Így, enni. És akkor itt adom neki egy csákányt, most egy mászást, meg egy ernyőt,
ezzel a kapuval beaktiváljuk itt a fehéreknek, hogy fel tudjanak oda menni. És csinálunk egy lépcsőt, hogy ők ne jöjjenek erre, a kék meg tudjon fordulni. Préva. És itt csinálunk még egy lépcsőt vele. Így. És ő is így be tud menni. Balomba. Nagyon jó. Azt mondja, my finest moment. 50-ből 49. Két leminget itt át kell engednünk. A harmadikkal el kell kezdenünk itt lefelásni. Kb. Így, hogy érje azt az acélt. Elsővel kell egy csákányozást. Másodikkal egy csákányozást. Mert az első elér odáig. Csánk egy lefelásást. Kb. Így eddig. Aztán csánk egy építést. Itt nyugodtan kérdezhetjük az összes leminget. És hát kb. Így, hogyha egy mi az? Egy sárba vannak, ki kell ásni. És pont nem esnek olyan nagyot. Csánk egy csákányozást. Mert időben is kell csinálnunk. Mindenki jön szépen. Jaj, nem kapkodtam el. Kiszedjük, és ide csánk egy lépcsőt. Mi a? Hogy lett az, hogy ő túlélte, de a többiek meg mind meghaltak? Néha nem érdem ezt a játékot komolyan. Most mit csináltam rosszul? Mindegy. Szóval annyi kéne még, hogy ide csinálunk egy lépcsőt, és akkor így eljönnek, de pedig így ez lenne a taktika. Na csak annyi volt a probléma, hogy itt, ahol van ez a barna palánk, hogy mi itt kell csákányozni, mert az a hangyafasznyi milliméter, az is beszámít, mert az már túl magasnak. Néha nem értem ezt a játékot tényleg. Jó, ez is megvan. Touch the ground, turn around. Ez baromira egyszerű, csak gyorsnak kell lennünk. Esek is ezt maximumra, tehát 99-re állítjuk. Aztán az utolsó előttire adunk egy megállt. Így. És ezzel az egy elkezdünk majd építeni. Ezt fel is robbanthatjuk. Hát kb. Így innen. És amíg azok odaérnek, kész kéne lennie a lépcsőnek, mert másképpen ezt a pályát nem fogjuk tudni megoldani. Hát remélem, hogy ez így jó lesz. Már jönnek is. Hát pont jó. Hát egy könnyű pálya volt. Az képes, hogy itt a legvégén van. Nek a következő 50-ből 50 two laps finally. És hát lekezd csökkenteni egyre. Hát építünk másodikkal. Be kell törni úgy, hogy az első két deszkát érje. Így. És mikor állunk, akkor kell építeni egyet. Ezzel konkrétan olyan, mintha itt egy falat építenénk.
ez csak így fog működni, ahogy most mutattam. Tehát az első két deszkát kell kiszedni a csákánnyal, aztán alá kell állni a lépcsőre, és akkor nyomni az építést, vagy ha eljállunk, akkor meg elkezdés, akkor olyan, mintha nem csináltam volna semmit. Ez a építése meg amúgy csak azért kell, hogy ugye ők ne tudjanak erre lezuhanni, ezt meg teljesen fel kell, hogy meg tudjon fordulni. És így kell kinézni a lépcsőnek, pontosan innen a toboz legszélétől kell építeni, hogy egy kicsit kilógjon, mert ugye csak annyit csinálunk, hogy így idáig ér, akkor ide beesnek a dimenzió kapuval, és akkor így kötnek ki, belefotyognak a vízbe, azért jó, hogy így egy kicsit kilóg. Aztán itt pontosan akkor kell építeni egy lépcsőt. Amint odaér. És elméletileg ez pont jó lesz. Legalábbis remélem. Ide még egyet. És itt az a lényeg, hogy megforduljon. És ide is kell csinálni egy lépcsőt. Hát kb. Így innen. Hát hogy ez így pont jó lesz. És akkor már csak egy dolgunk van. Ezt felrobbantani. De mint így megfogja a fejét, rakni rá egy építkezést. És hogyha mindent jól csináltunk, prima. Hú, hát nem egyszerű pálya. Egyszerűnek tűnik, de nem, mivel 50-ből 50 kell, ezért még erre a bombára is figyelni kell, hogy nem szabad beáldozni. Na nézzük. Mission Impossible. Na hát remélem, hogy nem lesz lehetetlen. Te jó ég! 4 helyre? Egyszerre? Lehet, hogy nehéznek tűnik, de úgy pofon egyszerű. Szóval, és neki is, hát ezt nem csökhetjük. Ide ásunk egyet. Mert itt az elég, ásunk egyet, és akkor itt végig, egy kaparászás, aztán még egy kaparászás, és ide egy lépcső. Ennek adunk egy mászást ugye a legelsőnek. Ezzel el kell kezdenünk itt egy lépcsőt. Itt meg szintén egy kaparászást. Egy egyszerre. Jó. Ez amint felér. Csak egy kaparászás lefele. Jó. Ennyi elég is. Most mehet az oldalos. El kell kezdeni közben építkezni, kb. Így innen. De szintén kaparászás. Ezzel meg kell várni, hogy felérjen. És így lefele. Ez a rész így megvan. Az alsó is megvan. Hát csak az a kérdés, hogy időbe fogok-e végezni, de remélem. Kb. Így innen elkezdünk egy lépcsőt. És ide. Még egy kaparászást.
Hát és kb. Így innen egy lépcsőt. És ennyi. Nem kezd túl gondolni. Csak sietni kell, meg alapból egy stratégiát építeni, csak úgy, mint minden egyes pályára. Csak itt azért az idő. Nem is értem, hogy ez mi volt a lehetetlen. 100-ból 98, the diving board. Ezt se kell túl gondolni. Annyi, hogy majd jönnek a fehérek. Ezeket ott tartjuk. Nem jön onnan sehol senki. A kékek, ők alapból beugornak. Ők nincsen dolgunk. Kívül az utolsóval. Az utolsót nem szabad hagyni. Így. És ezzel az egyen fogunk dolgozni. Ide csinálunk egy lépcsőt. Majd ide még egyet. Jó, kiváló. És ezzel, hogy meghúzta a kart, itt feltöltődik a medence. És ez itt nyugodtan végjött. Ezt nem is tudom feljebb vinni. Ez ugye nem fog beugorni a fehér luftballonba, mert ugye ez fehér, nem kék. Aztán ezeket nyugodtan indíthatjuk. A kékkel itt végig kell jönni. És itt a végén ad neki egy kaparászást. Be tudjon menni ő is. Na és már csak kettő van hátra. 45-ből 45. Race against time. Innen csak egy lemming fog leesni, annak is adunk egy esernyőt. Ezt 99-re állíthatjuk. És ezzel kezdünk itt építeni egy lépcsőt. Ezzel meg legelsővel ásunk egyet lefele, de pontosan akkor, akkor ideér. Mert így fogunk menni. És ennek adunk egy mászást. Felmenjen szépen. És itt úgy kell építeni, hogy ennek az alját érintse. Tehát kb. Így innen. Mert így megfordul. És aztán el kell kezdeni csákányozni. Nem szépen. Jó. És ezzel még az a gond, hogy ide kell egy lépcső, így, hogy visszafelforduljon. Majd ide még egy. Közben szerintem ezt kiszedhetjük, mert kifutunk az időből. Nem, hogy ott fel tud menni. Max, ha nem, akkor kell vinnem gyorsan csak még egy lépcsőt. Ja, így. Csak sietni kellett, hát nem járva az a pálya neve. Nézzük az utolsót. Hát első észre, hogy végre értem az utolsó pályához. Csű, hát ez... Na,
Nézzük, 100-ból 99, it's going to take time. Ajjaj. Szerintem itt mindent bele kell adnom. Már ránézésre is. Le kell venni teljesen egyre. Aztán... Itt jön. Hát... Kivéne elkezdeni egy lépcsőt. Másodikkal innen. Ugye erre nem tudjanak leesni. Aztán így, ahogy jönnek, a harmadikkal, vagy negyedikkel, tök mindegy, el kell kezdeni még egy lépcsőt, másiknak megadni egy mászást. Ezt 99-en nevehetjük, ezzel itt felmászunk, már lépcső kész, töké, ezt kiszedjük. Felmászunk, azt meghúzzuk. Ezt is kiszedjük. Felmászunk. És ezt is. Ezt azért nem tudom, mert innen jobbról kell balra. Aztán ahogy jön szépen, ezt meghúzzuk, és el kell kezdenünk innen építeni lépcsőt, hogy oda felmenjünk. Meghúzzuk ezzel, leeresztjük ezt a vizet. Pont nem fullad bele. És el kell innen is egy lépcsőt csinálnunk. Innen a harmadik csavartól kell megcsinálnunk ezt a lépcsőt. Pont odaér. Aztán ne felejtsünk el adni ennek egy esernyőt közben. Mert itt nagyot fog esni. És akkor kb. Így a negyedik és harmadik csavar között kell kezdenünk egy lépcsőt, mert az a lényeg, hogy most meg kell, hogy forduljon. Így. Ezt a kart itt meg kell húznunk. És ezt csak úgy fogjuk tudni, hogy ezt így kiássuk. Mert amint ide ér, belvágunk egyet a csákánnyal, meghúzzuk, és itt hát a negyedik csavartól kezdve kb. Kell kezdünk egy lépcsőt. És mikor jön visszafele, pontosan itt a legszélén, kell csinálnunk egy lépcsőt. Hát ez egy fél milliméter, de még belefér. És most el kell jönnie. Így. Közben ezekkel itt kiszedhetjük. És ezzel itt csinálunk egy kaparászást. Aztán ez végig, hogy így jöjjön. Szépen, kamótosan. És itt ezen a részen, amint odaér, hát ez még úgy, ahogy jó, ez egy milliméter. Így le kell esni teljesen végig. Reméljük, hogy azon fel tudnak még menni.
És akkor itt ezt kiszedjük. És ahogy elér ide, az utolsó falhoz, csinálunk egy csákányozást, csak hogy így visszaforduljon, mert még szükségünk lesz rá. És itt valamelyik kell, meg kiszedjük az utolsó falat, hogy meginduljanak. És így kell kinézni a komplet útvonalnak, amit ezzel leminggel megcsináltunk. Itt még lépcső, csákányozás, itt kiszedés. Annyi mindent kellett ezzel talán, nem hiába a legnehezebb talán. Tényleg, inkább azt mondom, tényleg a legnehezebb, mert itt olyan precizitás szükséges, hogy az eszméletlen. Egy rossz, és akkor kezdhetjük újba az egészet. Ami a legfontosabb. És a leglényegesebb ez a pályán. És az én taktikám szerint, hogyha ezt elcsesszük, ami itt található, tehát hogyha itt jövünk fel, és a leménygel pont visszafordulunk, itt ennek a legszélén kell elnyomni az építkezést, pontosan úgy, hogy amikor helyezi le az első deszkát, akkor az illeszkedjen erre a deszkára. Így. Így kell pontosan, mert csak így fogja megépíteni ezt a részt így. Hogy ez miért fontos, azt mindjárt mutatom. Na, hát ezzel most előre megyek. Szépen itt megvan a lépcső minden. Közben ezeket már kiengedem onnan. Így jönnek szépen-szépen. És itt. Amint a legtetejére ér, abban a minutumban el kell nyomni egy építkezést. Remélem, hogy ez működött. Igen, működött. Mert így átbugoltatjuk magunkat konkrétan a lépcsőn. És így átmenek simán. Jó, hát az majd úgyis meg fogod fordulni. Nem így kellett volna történnie. Bazd meg. Még ez a taktika nagyon a legjobb, de akkor ez a... Akkor az a hülye csapda folyamatosan megy. Ó, hogy a szentséges telibe vert kurva anyját! Pedig meg lett volna ez. Már mióta szembelek ezzel, hogy meglegyen ez a taktika. És nem elég, hogy tényleg ott pontosan el kell jeszkednie, de még az idővel is. De ennél gyors... Hamarabb kellett volna engednem őket. Az volt a gond. De hogy ez lett volna megfelelő megoldás. És ezzel meg lett az utolsó is. Hát, furcsán, hogy nem kaptam semmi. Endig cinematicot utána is néztem, hát nincsen cinematic. Tehát megcsináltad, légy büszke magadra, aztán öröm és boldogság. Ebből kisporolták az endinget, de nekem nem sok cinematic van. Tehát annyi cinematic van a játékban, hogyha elbukod a szintet, hogyha megcsináld a szintet, meg az intro, kb. Ez ennyi. Na, de se baj. Hú, hogy is kezdjem. Ez azzal, hogy még mindig ezt a játékot tartom a világ legnehezebb logikai játékának. Mert nem csak az, hogy logika kell hozzá, hanem eszméletlen ügyesség is. Olyan ügyesség kell ehhez, amit a platformjátékok megirigyelnének. A DMC, a Dead Cells, minden.
egy olyan, az nem kell ennyi ügyesség, mint ez a Lemmings. Olyan precízen, pontosan kell időzíteni, ahogy a gépészmérnök, akkor az építészek megirigyelnének, hogy egyszerűen ez a játék, ez olyan piszkosul nehéz, nem hiába, hogy gyerekomban ezt sose bírtam megcsinálni, örülök, hogyha ezt a részt így megtudtam. Rengeteg pálya volt, és mindegyikhez más-más taktika kellett, szinte egy nem volt ugyanaz. Én nem tudom, hogy a készítők hogyan tervezték ezt, mert ez tényleg piszkosul nehéz. Itt a vége fele némelyik pálya meg olyan könnyű volt, mint ez a Lemtris például, de a, nem is tudom, hogy már melyik volt talán a legnehezebb pálya. Hát ez az It's Going to Take Time, ez szerintem messze a legnehezebb volt. Aztán mi volt még ez a 10 pont Teamwork, nekem még ez volt a kedvenc pályám. Tehát az a, hát az is mondhatni az egyik legnehezebbnek. A zenék amúgy hangulatosak voltak, csak néha már az idegeimre ment a zene, néha ki is kapcsoltam, mert már zavar. A grafikát meg most egy régi játékról beszélünk itt, vagy ilyen logikai játékban nem a grafika számít szerintem, hanem a nehézség. És ez a játék tényleg, hát mindenkinek tudom ajánlani, bármilyen korosztálynak, hiszen fun, csak készüljön fel, hogy talán a világ legnehezebb logikai játéke van észemben, mert te ilyennel még nem találkoztam, ott van a Quern, a Siberia, mindenféle ilyen logikai játék, mondjuk jó, ezek pointed click-ek is. Szerintem keresve se találnék nehezebb játékot ennél a Lemmingsnél. Na, hát tovább is ott a Patreon csatornám, aki gondolja, támogathat, én mindenféle kisebb adományt szívesen fogadok, csak azért, hogy az ilyen régi játékokat be tudjak mutatni, esetleg az újakról csinálj egy végjátszást, egy kritériumot, bemutatást. Szerintem bőven sokat tudtam ezzel segíteni ez a végjátszásra, aki rá is vettem eddig arra, hogy kipróbálja. Mondjuk, hogyha úgy nézzük, hogy ez az első szint, második szint, harmadik szint, tehát így nehezedik oszlopokként a pályát. Úgyhogy remélem, hogy tudtam segíteni bárkinek is ezzel a végjátszással. Minden pontosan, részletesen elmondtam, ennél többet már én sem tudok segíteni sajnos. Én is volt, hogy egy pályán órákig szenvedtem, ami lehet, hogy csak ilyen 3 perces az egész pálya, de nekem több órába telt, mert rájöjjek, hogy mégis hogyan kell helyezkedni a Lemminggel, hogy mikor nyomom rá azt a építést, hogy mikor fordítsam balra vagy jobbra, tehát annyira nem mindegy egyáltalán. Az a hongyafaszti pontosság, létfontosságú minden egyes pályán. De nagyon szépen megköszönöm, aki végignézte ezt a végjátszásomat is, és majd találkozunk egy másik játékban. Addig is, sziasztok!